Minneapoliszon is. Oké, szép estét mindenkinek. Varga Bálint vagyok, és ma mindenkit beengedünk itt a Zoom-on. És ma 2021. október 15-e van, és megy a... Most itt jönnek. A mai esti Skyworld Community webinar, ami olyan 45 percig fog tartani, és megy a Mirapoliszon, az Oroszon is, meg a Zoomon is. Azt akartam legelső információnak mondani, hogy a novemberbe akkor megyünk majd megyünk majd 7 órakor csütörtökön, ha ez nektek is mindannyiatoknak megfelel, mert sokan kérték, hogy most még kell engednem be őket, mindenkit, a Zoom-on. És akkor novemberben 7 órakor, mivel úgyis lesz október 31-én óracsere, és akkor 7-kor mennénk. A Mirapoliszon az oroszoktól megkaptuk ezt a időpontot, úgyhogy akkor nem pénteken menne. De itt van, most írtam ennek a hölgynek, aki ezt intézi, a Skype-ra, elküldtem a képet is, hogy sokan nem tudnak bemenni a Mirapoliszon. Érdekes, mert a horvátoknál egy-kettő szokott, de ez olyan személyek, akik nagyon-nagyon nehezen használják a számítógépet, úgyhogy csodálom. De most látom, hogy itten sokan a Zoom-on jöttök be. A mai este is, itt a Zoom-on csak nekem be kellene igazítani, hogy ne csörögjön, mindjárt meglátjuk. És ahogy, aha, ez már a Skype, oké, okay. Meg van írva. Jó, remélem most már itt vagytok. Hagyj nézzük még. Oké, de nincs hang. Hangnak azt nálatok kapcsoljátok be. Nálam be van kapcsolva minden hang. Ez is, itt is. Igen. Jó, akkor még várunk egy picit. Jó a hang, a Zoom-on is. Itt van, mindenkit beengedünk. Van itt a Zoom-on egy olyan, hogy automatikusan engedje be, de most nem találom itten hirtelen. De jó, nagyjából már bent vagytok a prezentáció, hogy nézzük, hogy működik-e. Működik az is. Oké, hát ma akkor egy olyan 40-45 percig fog tartani ez a prezentáció. Ami új információkat megszereztem. Egy, ami nagyon fontos, amit én is csak ma tudtam meg, hogy a Expo-n mégse a Skyway stand nem lesz, vagy nincs, mert 5 millió dollárba került ne nekik, és ezért van közösen a Belorussziával együtt vannak, és ottan kapnak információt, meg ahogy láttuk, hogy van egy olyan tévé, és mindenkit küldnek a Sárdzsába. Ők ezt így döntöttek el, hogy azt a 5 millió dollárt hasznosabban el tudják költeni, és az embereket ugye elküldik a Sárdzsába, ahol mindenki ki tudja próbálni, tud ezekbe ez a tesztpályán, ugye, mindenki ezt meg tudja látni. Ha már vannak ottan sokan, akik kérdezik tőlem, hogy hogyan meg kinek jelentkezzenek, hát én ami információt tudok, hogy a Sárdzsai Központ azt hiszem, hogy 8:30-kor vagy mikor nyílik, ugye nem kell korán menni oda, és
bárki el tud oda menni, nem kell bejelentkezni, és de ha kell valamilyen kontakt, információ, egy telefon, majd megkérdezem akkor a Top Expert Skype csoportba, hogy kell-e majd bejelentkezni, vagy valami. Ezt akkor jövő héten majd tudok erre mondani még bővebb információt. Úgyhogy akik ott vannak, mert vannak, akik ott laknak, magyarok is, most amerikai vonalba is ma kérdezték, és holnap el szeretnének menni a Sharjahba. Úgyhogy nyugodtan, mi még nem kezdtük igazából szervezni, de valószínűleg, hogy a szervezés lehet, hogy január vagy február. Legtöbb személynek ez a két hónap. A másik, ami még fontos, hogy a január-februárra nagyobb a lehetőség, hogy azt a két pályát, 2,4 kilométert befejezik, úgyhogy aki elmegy oda, akkor nem csak ezt a 400 méterest, hanem ezt a két pályát is tudja lefényképezni, videózni, meg természetesen lehet, hogy ki lehet majd azt is próbálni, lehet utazni ezekkel a járművekkel. A teherrel az nem, de az is el lesz készítve. Úgyhogy most nem kaptam új információt, hogy novemberre kész lesz, de akkor január-februárra biztosan, hogy kész lesz. Valaki kérdezte, hogy lesz-e hajóutazás. Hát lehet, hogy én legalább, ahogy néztem most a legutolsó YouTube videókat, a hajóutazások nem olyan érdekesek, mert mazba kell lenni, mentek vacsorára, ebédre, reggelire, a hajón bárhova, és azért is ilyen már 250-300 euró 7 nap, mert kevesen akarnak most hajózni. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ha Dubajba aki szeretne menni, nem néztem a január, de múlt héten beszéltünk, decemberben már ilyen 70-80 euró, olyan 25-30 ezer forintért el lehet Budapestről utazni Dubajba, és oda-vissza, és 22 euró, ha jól tudom, egy nagy táska, ha valaki azt is szeretné vinni. Ott meg ilyen már 6-700 euró egy hét egy jobb hotelba lehet foglalni helyet, szobát, és természetesen két személyre egy szobába, és ami, na itt van januárra 44 euró, akkor januárban megyünk, Mária, igazán, mert a Krisztián 450 euróba jött neki Belgrádból, úgyhogy jóval, igazán nem lesz drága az utazás, és ez akkor szuper. Van olyan még, hogy van egy utazási iroda, akivel tavaly szerettük volna szervezni, ők is megszervezik, de majd akkor lesz egy-kettő ilyen lehetőség, és ahogy kezdjük szervezni, akkor tudtok majd jelentkezni, és de arra kell számítani, hogy mindenki saját magára vigyázzon, mert egy személy nem tud természetesen 50 vagy nem tudom 100 emberre vigyázni, meg bármit, úgyhogy mindenki saját felelősségre menjen, és úgy is gondolkodjon. És ha menni fogunk, akkor aki nem tud angolul, biztos, hogy legyen valakivel, majdnem fogja a kezét, főleg a Expo, meg ilyen Dubai Mall nagy bevásárló központban, ahol több tízezer ember van, egyszerre vagy még több is, és vigyázzon, hogy ne vesszen el, meg ott kell azt is tudni,
legalább 2 évvel ezelőtt Dubajból nem tudtam abszolút semmilyen videokonferenciát, csak hangot. A WhatsAppon, Messengeren, Skype-on semmit nem engedett. Hangot se, csak üzeneteket lehetett írni. Nekik van valamilyen törvény, nem tudom, hogy ez megváltozott-e azóta, de nem lehetett semmilyen hangot, nem lehetett beszélni senkivel, csak telefonnal. Úgyhogy erre is kell számítani. Megyünk mi tovább. Ahogy fejlődik ez a technológia, ma nem akarok sok ilyen régi információkról beszélni, mert van elég sok újdonság. Egy célprojekt, amit most készítenek, igazából ez nincs még aláírva, csak nagy terve van. A Bulgáriában 151 hektár, ez egy nagy terület, ami a vasút közelben van, nagyon közel, és a metró 1,5 kilométerre. Ez volt az a projekt, amit a Solar František utazott egy néhány hete, meg a Vladimir Maszlov is, úgyhogy eztet majd kezdik. Lehet, hogy 1-2-3 év és elmúlik, még eztet elindítsák. Még nem tudjunk, hogy állunk a engedélyekkel Európába, úgyhogy majd eztet is meg kell még tudni, de van nagy érdeklődés. Én személyesen is több polgármesterrel tárgyalok, úgyhogy több országban, Magyarország, Románia, Macedónia, Horvátország, ahol van érdeklődés, volt Szerbiában is, de ők szeretnénk, hogy a Skyway finanszírozza ki, meg még ők is kapjanak pénzt, úgyhogy most pillanatnyilag ottan nincs, de ahogy látjuk ezt a képet, ez 4-5 év múlva már sok európai városban is biztos vagyok benne, hogy majd lesznek ilyen új képek. Ugye azt tudjuk, hogy mi crowd investing opcióba vagyunk, a SkyWorld Community-n keresztül finanszírozzuk ezt a projektet, és a GTI, a anyacég, aki ezt mindet szervezi, a Unitsky String Technológia, meg a cégcsoport, aki irányítja mind a építkezést is, meg a szerződéseket, az egészet. A holdingok van, ERSSH 1-es, 2-es, 3-as holding, még csak a harmadik holdingba van szabad részvény, amit el lehet még adni nekik. A első kettő az már készen áll, és amit még szeretnék majd mondani a későbbiekbe, hogy mit kell csinálni, mit lehet, mit kell, mit nem ezekbe a részvényekbe, ha majd kifizessük a csomókat. Még vannak sokan, akik fizetik. Én személyesen is mindig ugye vásárolom a havi részletre ezeket a csomókat. Így néz ki a osztalék kiszámítás. Ezt most megszereztem a angol nyelvön. Könnyebben át tudunk menni. Úgyhogy, ahogy mondtam, a GT irányítsa ezt az egészet, ugye? A Unitsky String technológia az a technológia, építkezés, munka, a GT meg a anyacég. A 80% éves profit az megy a projektekbe, építkezésbe, a munkásokra, az anyagra, meg minden, ami a többi költség, és 20% a netto profit, a netto hozam. Ez a három holdingon keresztül
meg a RCG fond, az az alapítvány, amit amerikai polgárokra nyitottak, hogy ők is tudjanak befektetni, így lesz majd kifizetve az osztalék. Az osztalék az a múlt évi nyereségből lesz, úgyhogy ha az idén lesz nyereség, akkor jövőre fizetnek osztalékot. Ha jövőre lesz nyereség 2022-ben, akkor 2023-ban fizetik az osztalékot, és én gondolom, hogy ha egyszer elkezdik fizetni ezeket az osztalékokat, akkor utána ez 99%, hogy csak növekedni fog. Mert minden évben több projekt lesz, és minden évben növekszik a célprojekt, amik befejeznek, és ott a eladott jegyekre, vagy ha a teherszállítás, mindezek a nyereség, ez növekvő lesz, és nagyobb lesz a profit, a hozam, és itt nagyobb osztalékot tudnak majd kifizetni. A Face of the Future csomag az pillanatnyilag nincs, idáig nem beszéltek most, hogy lesz-e újból. Tudjuk azt, hogy majdnem egy hónapra most újból kinyitották, rengetegen vettek, én tudok legalább 50 szemét. Ma fizettem be két részletet az én közvetlen partneremnek, ugye kétszer 500 dollárt, úgyhogy az nagyon jó elment. Hogy mikor lesz újból, azt nem tudjuk. Itt most erről nem beszéltek, hogy újból bevezetik. Igen, tudom, hogy a Maslow a webináriában 2024-re olvastam, de ő gondolja, lehet, hogy 2023-ra, de 4 évvel ezelőtt azt mondta, nem tudom, 2018 vagy 2019-ben, annyi osztalékot kap, hogy vesz magának egy unibike-ot, úgyhogy a Maslow-ot se nem lehet minden információra, mert senki ezt nem tudja előre. Azért az az igazság, hogy ha egy évben aláírják a szerződéseket, ki lesz fizetve, ugye 80% megy a projektra, 20% megy a osztalékra. A Junicki azt tudjuk, hogy 3 célprojektet az idén alá akar még írni, erről is majd később még beszélek, és vannak ezek a projektok, vagy igazából ez az egy projekt, a Kaun Fakar, amelyiket már készítik. Ezt nem tudom, mondtam, mert múlt héten, vagy ezt nem a horvátoknak mondtam, hogy a John Pope, ugye, mikor beszéltünk vele még tavasszal, akkor azt mondta, hogy most jött haza, ez hétfőn beszéltünk, hogy vasárnap jött haza, és ottan a hétvégén írtak alá egy célprojektet, akkor még nem szabadott megmondani, de most már tudjuk, hogy ez a Kaun Fakar, ilyen 100-130 kilométer, ezt már megtudjuk, mikor kész lesz a teljes projekt, hogy milyen hosszú, meg hogy mikor lesz. Mi most a 14,2 fázisban vagyunk, azt tudjuk, hogy minden fázisban 25 millió dollárnyi részvényt adnak el. Vietnám, Nigéria és most a Dél-Amerika nagyon nyomják, Csehország Európában legjobban. Van még itten egy pár ország, akinek sokkal nagyobb a forgalom, mint a mi országainkban, most pillanatnyilag, valamikor Magyarország volt, Németország után ugye, a legnagyobb forgalom, meg Csehország itt volt az első 3-ba, most természetesen kevesebb, de azért a múlt hónapban, szeptemberben mondhatom, most nem tudom fejből, de Magyarországon is szép forgalom volt, úgyhogy magyarországi befektetők is vásárolják a részvényeket most is. A terv az, hogy az idén ezt szeretnék, hogy az idén még ebben a két hónapban adják el a 14. fázist, és akkor jövőre indul a
15. fázis. Ez már százszor mondtam, de még egyszer elmondom. A 15. fázis az vagy finanszírozzuk, vagy nem, de 2 évig fog tartani, így mondta a Junicki, mert a 15. fázisban meg kell, hogy kapják minden engedélyt a gyors pályára, a 500 km sebességre. Ha esetleg nem tudják azt kifinanszírozni a gyorspályára a projektet, ugye azt hiszem a 60 millió dollár, akkor, vagy 120, mindegy, az a projekt, akkor ki lehet menni a tőzsdére is, ezt a Solar František mondta egyszer-kétszer, és a tőzsdén adják el a 15. fázis, de akkor természetesen mi nem tudunk venni, és a SVC-be ők jobban örülnének, hogy ezt mi adnánk el a 15. fázist is, úgyhogy akkor a kis befektetőknek a kezükbe maradna. Miért a Skyway ilyen sokáig nem megy a tőzsdére, nem kezdték árulni már a célprojekteket? Ha meglátjuk, az autó 1769-ben csinálták meg az első autót, személyautót, és 1885-ben indult az első sorozatgyártás. Ez 116 év után lett kész. A repülő 1868-ban készítették az első próbát, 1903-35 év után ment az első motoros repülő. A vasút 1801-ben volt az első mozdonyteszt, és 1825-24 év után indult az első publikus vasút. A Skyway 2016-ban tesztelte legelőször a Unibike-ot, azt emlékszünk, ugye, novemberben volt, Marina Gorkába, és 2018-ban már több ezer utas járt ezzel a járművel, és megkapták a certifikátot, ugye a tanúsítmányt. Úgyhogy ez 2 év után. Úgyhogy a technológia nagyon fejlődik, de mi vagyunk ugye türelmesek, türelmetlenek, és nem tudjuk kivárni, de az a feltétel, hogy a cég kimenjen a tőzsdére, az is, hogy kész legyen a finanszírozás, ugye? Most, hogy megállnak-e a 14-en, vagy mennek a 15-re, ezt még nem beszélték meg ők se. Van 2-3 opciójuk, és majd meglátjuk, hogy milyen információkat mondanak. Ami nagyon fontos most, hogy megkapták a műbizonylati igazolást az Egyesült Arab Emírségben, és ez azt jelenti, hogy nem csak a célprojektet fel tudják tenni lábra, ahogy én szoktam mondani, hogy induljon, hanem megvan az engedély, és hogy ez annyira biztos, hogy szabad utasokat szállítani. És ez nagyon fontos, mert ez nélkül ugye nem tudják elindítani, de most ez megvan, és most mehetnek a többi projektek is. A weboldalon, a webirodában meg lehet a Unisky String technológia oldalon, bocsánat, ott meg lehet találni ezeket a dokumentumokat, teszteléseket, mindent, hogy hogyan folytak, hogy mit kellett mindent kicserélni, ami nem felelt meg, és ezt tudom, hogy biztos, hogy lehet, hogy egy évig is tartott. Úgyhogy ha valakit ezt érdekli, meg szereti nézni, akkor meg tudja ottan találni. A Lenovo-val kötöttek szerződést, azt tudjuk, hogy a Lenovo az egyik legnagyobb technológia, legnagyobb gyártó, számítógép, mobiltelefon, táblagép, és biztosítsa azt a rendszer, hogy mesterséges intelligenciával működjön
a jövőben ez a folyamat, mert azt tudjuk, hogy blockchain technológiával és mesterséges intelligenciával mennek a járművek, mert nincsenek sofőrök. Úgyha valaki emlegeti, hogy Németországba vagy Szingapurba látott már Skyway-t vagy hasonlót, az nem hasonló, esetleg csak hasonló a kinézete, de a technológia, meg minden más. Ugye itt elektromos motorokról van szó, nem dizeles vagy valami más, és sokkal könnyebb konstrukció, mint a hagyományos vasút, metró vagy a többi, amire alagutokat, meg rengeteg időt, pénzt be kell fektetni, hogy az működjön, és a fenntartás is nagyon-nagyon drága, sokkal drágább, mint a Skyway. Aki esetleg szeretett volna venni hologram csomagot, és most nem tud, itt van, meg van hosszabbítva, tegnap este meghosszabbították a Expo Limited 1200 és 600 dolláros csomagokat, ami 60, 70 és 80-as diszkont, a hologram 90 volt, úgyhogy nagyon hasonló. A 1200-as egy a 80-nal, ha 6 hónapra fizessük 1200-at, akkor 70-es a diszkont, ami szerintem nagyon érdemes, mivel a legnagyobb magyar csapat, ugye, nem hozzám tartozik, én sajnos nektek nem tudok küldeni ezt a ajándékot, de beszéltem, vagy kontaktban vagyok a Stefan Bodzsárral, aki már elküldött 5-6 ajándékot Amerikába is, többen vásároltak ugye magyarok, meg itt Magyarországon is, úgyhogy meg lehet oldani, és ő el tud küldeni, mert ő a mi felső vonalunk. A korlátlan mennyiséget lehet vásárolni, és korlátlan mennyiségű ajándékot lehet elküldeni. Én például az én csoportomnak el tudok küldeni, ha van idő, még 1000 ajándékot is. És ezt tett akkor október 21-én, ugye, akkor lesz, jövő csütörtökön, igen, akkor jár le. Említettem múlt héten, hogy lehet, hogy meghosszabbítsák, a top expertek kérték, hogy 2 hétre, de 1 hétre meg van hosszabbítva. A befizetés azt hiszem, hogy kártyával működik. Banki utalást én most nem javaslok, mert leszokták venni, úgyhogy USDT, a Tether, Bitcoin, ez jó működik. De ha valakinek kell belső pénz, azt is meg lehet oldani, van 4-5 embernek belső pénze is, és akkor így is meg tudjátok oldani, ami automatikusan mi ezt rendszeresen csináljuk. Ha valakinek megvan ez a feltétel, hogy elérte ez a Expo Marathon bronz, ezüst vagy arany szintet, már a bronz is ugye megkapta ezt a lehetőséget, és tud valakinek ajándékozni a saját csoportjába. Akkor ez oda kell menni ajándékozás, beírni az e-mail címet, és elküldöm. Úgyhogy ez pár, néhány másodpercbe tart, és bárkinek, ahogy mondtam, el tudjátok küldeni. Még azoknak, akiknek van első vonalba, direkt partnerek, vásároltak valamilyen csomagot, megvan ez pontosan, a 1000, 3000, 5000 vagy több, és ilyen 50 vagy 100 százalékos kupont, ezt csak a közvetlen embereknek tudjuk ajándékozni, vagy mi saját maguk fel tudjuk használni. Úgyhogy ezt sem ne felejtsétek el, ezt mindenki láthassa az irodába, és ha valaki szeretne venni valamilyen csomagot, ha nem expot vagy valamilyen mást, valami nagyobb csomagot, akkor kérdezze meg a szponzorát, lehet, hogy neki van ilyen kupon.
A kupon az 30 napig tart, utána lejár, azt mindjárt a irodában meg lehet látni, és többet nem felhasználható. De ahogy van forgalom, akkor már megjelenik egy új kupon, ezt kapunk egy e-mailt is, meg megjelenik a webirodába is. Ugye a webirodát tudjuk, 25 nyelven, magyarul is van, és mindenki el tud menni. Ha valaki kifizet egy csomagot, akkor van egy olyan lehetőség, hogy aláírja, hogy elfogadja a... Ezt átmegyek ide. Van egy ilyen követelmény, itten kiírja a név, vezeték, név, címet, és hogy elfogadjuk, hogy a mi befektetett pénzünket a társaság, a Skyway, a GTI, bocsánat, hozzájárul, hogy átváltsuk a A osztályú részvényeinek átvitelére. Ugye, ha aláírjuk, akkor megkapjuk a certifikátot. Ha nem írjuk alá, akkor kölcsön adtuk a cégnek a pénzt, és 3 év után vissza tudjuk kapni 4%-kal. Ez nagyon kevés ember nem írta alá, az, aki nem tudta, vagy nem nézte a webirodát, mert senki nem azért fektette be a Skyway-ba a pénzit, hogy kapjon 3 év után 4% kamatot. Úgyhogy mindenki ezt remélem elfogadta, aláírta, és ez akkor be lesz váltva részvénybe. És ha így visszamegyek most, akkor itten a befektetések és bizonylataim, itt meg lehet látni, hogy például itt 2019-ben augusztus 1-én ez a SVC részvényszám át van adva, ha rákattintunk erre a szemre, akkor kinyissa a Skyway Capital részvény a certifikátot, ki tudjuk nyomtatni, vagy megnyomjuk itten, hogy kikérjük és befizessük a 10 dollárt, és akkor nekünk kipostázzák a mi címünkre. Be kell írni a címet, 10 dollárt kifizetni egy részvényre, lehet többet is, és ez a kis felhőcske, ha rákattintunk, itt le tudjuk menteni PDF-be angol-orosz szerződést, ahol nekünk ez megvan. A legfontosabb, hogy ide rákattintsunk, hogy tulajdonosi nyilvántartás e-mailbe kiküldik. Ha valaki ide most rákattint, akkor néhány másodperc múlva a e-mail címére megkapja PDF-be az összes részvényt, nem ami ki van fizetve, ami már bent van a holdingba. Itt például én ma csináltam egy üzlettársamnak, neki volt egy ilyen csomag, ez azt hiszem, hogy kuponos volt, mert 31 ezer részvény, és még 33-at kapott, valamilyen akciós volt, ez az a dupla részvény. És ez most ki van állítva, itt van a szerződés, és ezt mikor ők átvezetik a holdingba, akkor ez is meg fog majd itten jelenni, és meg tudja rendelni a részvényt, és benne lesz ebbe a PDF-be, amit e-mailbe kiküldenek. Úgyhogy ne jegyetek meg, ha nem lássátok mindjárt a PDF-be az egészet. Körülbelül egy, de jobban mondva 2 hónap kell, mert nem mindig küldik ezt ki, hogy megjelenjen ez ebbe a PDF-be. De ezt a PDF-et, ezt mindenki töltse le magának, mentse el, nem csak számítógépre, nyomtassátok ki, vagy pendrive-ra, mert ez a bizonyíték, hogy van ennyi részvényünk. Ez a digitális forma. A papírforma, amit megrendelünk 10 dollárért, az nem ér semmit, az csak egy... Ugye itt van nekem, be van rámázva, egy részvény, van nekem több, de csak egyetlen egyet rendeltem meg, mert nem fontos, ez csak így berámázni és megmutatni valakinek.
De ez a PDF-be digitális formában ez az érvényes, mert ma holnap, mikor kimegy a tőzsdére, akkor nem fogjuk most, nem tudom most londoni tőzsdére, vagy New Yorkba, nem postázzuk, mint régen valamikor, hanem digitális formában nekünk ez megvan, és itt tudjuk majd a brokereken keresztül eladni a részvényeinket. Úgyhogy azért mondtam, hogy ezt mindenki csinálja meg magának. Amit, ha valaki, ez soknak megmarad, ha valaki kifizette, például én ma kifizettem ennek a hölgynek az utolsó részletet, és itten van egy prémium. Ha valakinek van itt a prémium, és ír valamit, itt a prémiumban 33 ezer részvény maradt, arra is rá kell kattintani, most nem csináltam képeket, és azt is aktiválni, aláírni, ugyanúgy, mint a alap részvényeket. Mert ha nincs aláírva, akkor nem tud bemenni a holdingba, és ez akkor gond lesz. Azért ezt mindenki ellenőrizze, ha kapott valamilyen ajándék, vagy prémium, vagy valami akció, akkor ez biztos, hogy itt van. Tudom, hogy sokaknak ez lehet, hogy most unalmas, mert ezt megcsinálták, de biztos vagyok benne, hogy minimum 10, ha nem több százalék is van, akinek itten áll a prémium, és nem is tudja, hogy nem fejezte be, nem írta alá. Természetesen, ha úgy gondoljátok, hogy 3 év múlva vissza akarjátok kérni a befektetett pénzt, akkor nem kell aláírni. Ez sajnos ezt 1 éve tudjuk. Régen úgy volt mondva, hogy mindenki 3 év múlva vissza tudja kapni. Most meg 1 éve úgy van, hogy aki ezt aláírta, az hozzájárul, hogy részvénye lesz neki. Jó, én igen, természetesen, de lehet, hogy valaki nem így gondolkodik, mert én a részvényeimet nem akarom eladni valakinek, nem akarom a cégnek eladni, hanem egy részt el akarom adni a tőzsdén. Nem az egészet, mert számítok a osztalékra, és számítok arra, hogy minden évben a osztalék növekedni fog. Úgyhogy ez az én gondolataim a saját befektetésemre. Biztos, hogy 10% többet nem fogok eladni. De attól függ, hogy kinek mennyi. Most ha valakinek 25 ezer részvénye van, vagy 2,5 millió, ugye akkor természetesen mindenki saját maga dönti el, hogy mit csinál. A következő, a Clean Technika, az egy kiadvány, amely fenntartható technológiákról tesz közé a híreket és elemzi cikkeket, és világszerte havonta kb. 6 millió ember olvassa. Úgyhogy ez nagyon fontos, mert ők megjelent egy cikk náluk, és olvassátok el ezt a webirodába, amit ki a cég. Premium számlánál miért van az, hogy csak 800 részvényt állít ki a cég? Hát lehet, hogy annyi volt a... például a student csomagnál van olyan, hogy van egy alap, és akkor van egy, ha rendszeresen kifizessük mindet, akkor kapunk még valamennyit, vagy az egészet mindet kifizessük, akkor lesz 2 prémium. Lehet, hogy megmaradt valahol egy 800, vagy a kid, a gyerekcsomag, vagy ilyennél, vagy valami más akciós csomag. Bármikor, ha 2016-ban vettétek ezt a csomagot, lehet, hogy azóta áll a prémiumon. Ezt most meg lehet nézni majd később, hogy melyik csomagnál van. Új csomag. Nem tudom, meg kellene néznem akkor. Hát akkor ez lehet, hogy, de nincs kifizetve a csomag, lehet, hogy csak valamennyi részvény, és akkor amennyit kifizessünk, akkor annyi prémium, ha teljesen ki van fizetve. Akkor valami 800 részvényt adtak erre, szerintem úgy van.
Most, ha meglátnám a képernyőt, vagy képet, akkor lehet, hogy jobb, többet tudnak. De nyugodtan a supportnak írjatok, és akkor megmagyarázzak meg, ők belülről meg tudják látni. Jó, oké. Itt is vannak valamilyen kérdések. Oké, várj, mi van? A digitális tulajdonosi bizonylatra ráírtak piros, hogy transfered, de csak egyre az nem baj. Régen azt írták, hogy megsemmisítve. És még én is megijedtem, ugye, akkor 2016-ban, 7-ben nem is tudom, elején, és akkor kértük azt, hogy ne csinálj. Miért? Mert a SVC, akkor a Skyway Capital, mikor kifizettük, adtak egy certifikátot. Mikor átküldték a holdingba, akkor ezt természetesen certifikátot meg kellett semmisíteni. Na, akkor úgy írták oda, hogy transfered, hogy át van küldve. Na, ez azért van, mert nem lehet itt is, meg ott is. Mert a SVC az nem megy ki a tőzsdére, ő csak beszerzi a pénzt, elküldi a holdingba, és a holding ott lesz, ott van nyilvántartásba, meg minden. Akkor ezt meg kell semmisíteni. Ez így van. Oké, itt láttok még valamit. Ez a magyar Sky, igen. Nyugodtan ide írjatok, ő akkor lefordítsa, és tovább küldi, akkor nem muszáj angolul vagy oroszul írni. Amit itten a Clean Technica megjelenített, nekem nagyon tetszik, hogy még ha az egyik köztes támos oszlop, ezt Google-ba fordítottam, lehet, hogy nem annyira jó, meg is sérülne, és attól még a pálya megtartja magát, és használható marad. Úgyhogy ha egyik ilyen oszlopot valaki kidültene, vagy igazán nagy erő, meg bágér kellene, akkor is még megmarad a másik, és használható van. Úgyhogy egy nagyon szuper pozitív cikk, érdemes elolvasni az egészet, én ide bemásoltam, de most nem fogjuk olvasni. A Skyway Capital News 1143-asban, ugye azt hiszem, hogy ma vagy tegnap jelent meg, és ez egy nagyon pozitív. Én gondolom, hogy ennyi pozitív hír, mert most én nem is tudom utolsó fél évben, hogy valaki írt volna valamilyen negatív hírt, vagy még egy évese. Ez meg az Expo, ez egy nagy ugrás lesz, és ez minden pozitívan hat a cégre, meg a fejlődésre. Tudjuk a múlt heti híreket, hogy a Abu Dhabi kormányzati tisztviselői meglátogatták a Sharjah-t, a központot, ottan be lett nekik mutatva ez a projekt. Ők nagyon, ez egy olyan, hogy mondjam, nem is cég, hanem nekik az van, hogy mikor készítenek valami projektot a városba, ez konkrét Abu Dhabiba, akkor vigyáznak, hogy az minden biztonság meglegyen, itt 15-en voltak, és figyelik, hogy ne legyen olyan valami baj. Mert azt tudjátok, hogy a Dubai, az ők, ottan nincs semmi kriminál, nincs, ott nem kell félni semmitől. Nagyon-nagyon védik a turistákat, a üzletembereket, és nagyon jó arcképet akarnak mutatni a világnak, mert ők ebből ők nem a gázolajból, amit eladnak, abból akarnak élni már 15-20 év múlva, hanem a üzlet és a turizmusból. És nagyon vigyáznak, hogy minden be legyen tartva, azért ilyen szigorú a biztonság, meg minden. És mikor odaérünk Dubajba a repülőtérre, akkor nem érezzük magunkat rosszul, hogy most nem tudom mi van, hanem olyan egyszerű, könnyű, erre nagyon figyelnek.
van egy olyan műsor is a tévén, a Dubai repülőtér, hogy mennyire figyelnek, hogy minden utasnak meg legyen magyarázva, ha valakinek gondja van, megoldják, ne késsen el a másik repülőt, hogy jó, jó hangviszonyban legyen ez az egész. És azért van egy konkrét, egy ilyen csapat, aki ezt megfigyeli, mert tudjuk, hogy a Abu Dhabiból is ugye vannak projektek, amit el akarják indítani. Sajnos a Junicki nem szabad neki elmondani ezeket a projektokat, addig még teljesen nincs minden aláírva, elkészítve, már befizetve egy részlet. Azt kell tudni, hogy egy projekt, hogy már csinálják ezt a projektet, hogy elkészítsék a kiszámítást, hogy mikor jön vissza a pénz, meg mennyire érdemes ezt kifinanszírozni, felépíteni, arra kétszer fél millió dollárt be kell fizetni bárhol ezt, a Budapesten vagy Abu Dhabiba, az a minimum 500 ezer dollárra előleg, és mikor kész ilyen 6-8 hónap után, akkor még egyszer 500 ezer dollár, és akkor lehet tovább lépni, és rendelni a acélt, meg minden, ami kell. A előnyeket, ezt mindig elmondom, ma ezt átugorjuk, csak megemlítem, hogy a Skyway, ha ez minden így lesz, akkor legbiztosabb, legolcsóbb a fenntartás, legolcsóbb felépíteni, és ezért a befektetőknek, a nagy befektetőknek, aki majd ezt finanszírozzák, akár város, állam vagy privát befektető, ilyen 3-4-5 év után már megvan a visszatérülés. És ha Junicki azt mondja, hogy 100 év garanciát ad, hogy addig fog működni, de 50 év garancia van, hogy ha valami baj van, akkor a cég ezt megjavítsa, meg szervizeli, akkor igazából ez hát három generációnak jön a pénz, ha egyszer felépítik. Ami most a Junicki beszélt, hogy ilyen nagy hurikán, az magyarul azok a nagy szelek, amik Amerikában vannak, ilyen 150-200 kilométer sebességgel, amik mennek, akkor hogy a Skyway technológia ez után is megmarad, vagy valamilyen cunami után, vagy földrengésen nem megy tönkre, és használható lesz. Utána is. Nem kell újból építeni, meg mind, mert látjuk, hogy milyen földrengések vannak, meg minden, és ez is egy nagyon nagy plusz. Kifizetési módok, hogy fognak-e bővülni? Ha nem tudom, ez a Kudrasov dolgozik ezen, ő mindig keresnek valami új módot a kifizetésről, meg a befizetésről. Van az a FastPay, az nagyon jól működik, én használom néha, meg még ezek. De mondom, vagy USDT, vagy DGO, vagy ilyen valamivel, ugye, ha már kriptovalutával fizetünk, ezek a legegyszerűbb és legolcsóbb esztet így használni. 33 a 106-tól, nem fog 2 óra hosszáig tartani. Nemzetközi szabadalmak, ugye ezek is már mind megvannak, majd kicsit gyorsabban átmegyünk ezeket a képeket, a tanúsítványok, ezt mindig el kell mondani az új befektetőknek is. Mi is aktívan dolgozunk. Ha valaki aktívan dolgozik, akkor nem csak a projektnek, nem csak a cégnek, nem csak magának segít, hanem az egész befektetőknek, mindenkinek, mert ez a ilyen program, hogy mi egymásnak dolgozunk. Ha mindenki, minden hónapban egy embert behozna, akkor lehet, hogy 2-3 hónap alatt elfogyna a 15. fázis is, ugye? 36 épület van
amiben a Unitsky String technológia befektetett, ezek az irodák, meg minden. Megvan a tavaly előtt is, meg az előtti, a Finanszisky Report, hogy hova költötték a pénzt, hogy állnak pénzügyileg, minden, és ez is nagyon fontos. Ez is ad egy bizalmat a befektetőknek, hogy látjuk, hogy hova lett elkötve a pénz, mit csináltak. Ugye most is van 600 munkás, akinek kell adni fizetést, és most már senki nem tudja azt mondani, hogy ez egy csalás, vagy nem működő, vagy nem létező. Ilyen 4-5 évvel ezelőtt mentek és írták a fórumokon, hogy nem létezik a Skyway, nincs. Most már ez nevetséges volna, ha valaki ezt írna. Kinevetni abszolút mindenki. Nem csak ez a 10-valahány ezer ember, aki ott volt Marina Gorkába, meg biztos vagyok benne, hogy most a Sárgyába is több ezer ember meg fogja látogatni, ezt biztos majd vezetik, és ugye most 21-én indul az első csapat Európából, a Vietnámból 150-valahányan kvalifikáltak, de sajnos ők nem mehetnek, ez a pandémia véget, és jövőre majd nekik megszervezik egy időpontot, úgyhogy csoportosan majd elmennek, mert ha jól tudom, 2 héti karanténba kellene lenni nekik Dubajba, és természetesen most nem menne senki azért, hogy 2 hétig a hotelba, egy szobába még a folyosóra se nem szabad kimenni, úgyhogy majd neki külön megszervezik. De én nem jelentkeztem, én is ugye megnyertem az ezüst szintet, de nem jelentkeztem most novemberben, mert majd mi megszervezzük egyedül, és akkor majd megyünk, meglátjuk akkor. Lehet, hogy január lesz a legjobb. Itt a Marina Gorka, ha valaki igazán meg akarja látni a technológiát, a kis vagy nagy befektető, oda el lehet utazni. Most nem olyan könnyen, mert ha repülővel akarunk utazni, akkor el kell menni például Törökországba, és akkor Isztambulból van járat Minszbe. Mert Budapest-Minszk, ugye még mindig ez a politikai, mindig van valami hülyeség, amit kitalálnak, hogy nehezebb legyen. Vagy valami vírus, vagy valami politika, vagy valami harmadik, vagy valaki nem szereti a Skyway-t azért, mert a gáz, vagy valami miatt az neki érdekesebb. Ez is volt ugye 2009-ben, vagy mikor 10-ben Moszkvába nem engedték a Unitskyt, hogy felépítse. Egy nap alatt le kellett nekik szedni. Itt látjuk, hogy ezek a járművek, mi is mentünk, ugye több ezer ember, utaztunk vele. A Sárgyába megkapták a 25 hektár földet, a homokot, bocsánat, ahol most, mikor megnézitek a Google-on, ezt ma szedtem le, már lehet látni, hogy itten megvannak a aszfaltok, ki vannak építve, bár ez azt hiszem, hogy március vagy májusban volt fényképezve, nem cserélik azért annyi olyan sűrűn, de itt meg lehet látni, hogy a Sárgyai központ, ez az a, azt hiszem, amerikai rod, az az utca, és ha valaki oda akar menni, mi a taxinak, a buszsofőrnek odaadtuk, a Google-en megmutattuk neki, és akkor oda vezetett a navigáció, úgyhogy nem tudom fejből most ezt a címet, de címet odaadjátok a taxinak, akkor is navigációba be kell tenni. Ez a Sárgyai központ, 25 hektárnyi, és ez mind autóút van ottan, az teljesen kész, ugye körülötte minden. Most ez a 400 méter, ez a rengeteg újságíró jött, ezt már tesztelések, ez a tanúsítvány, minden megvan, a faház is már kész, már fogadják a vendégeket, ez is már öreg képek.
És ami nagyon fontos, hogy ez a 2,4 kilométer mind a két pályát most be akarják fejezni. Csak ahogy megkapják ezeket az acél, az még nem jött meg nekik, azt lehet, hogy néhány hét kell, hogy felrakják. Ez a központ ottan, itten tudják figyelni, kamerával is, meg minden, hogy jó működik. Ahogy mondtuk, ez mesterséges intelligenciával megy, automatizálva, és ezért nem lehet még összehasonlítani, mert nincs még ilyen technológia a szállításban. A teher is, és az első projekt, ugye, amit most majd kezdik építeni, ezt úgy mondták, hogy olyan körülbelül 2 év alatt fel lesz építve ez a Kaur Fakan, az a másik város, ami összeköti a sárdzsai kikötőt, meg a második legfontosabb kikötőt, és a konténereket, ami 35 tonnás tehert elbír, és 15 méter magas, 14-15, és 200 méterre vannak az oszlopok. Így néznek ki az állomások, és ez valódi állomás, ez ilyeneket fogják majd építeni a többit is, többi városba. Ezt is mindig meg kell említeni, hogy a neon futurisztikus város, ami 500 milliárd dollár, én gondolom, hogy ettől még több is lesz, 170 kilométeres hosszú város, és jöttek megnézni a lineáris város technológiát, meg a szállítást is. Én azt szeretném, hogy azt mondanák, hogy ezt a 170 kilométerre csinálják meg ezt a 500 kilométer gyors pályát, és megvan oldva nekik minden. Azt tudjuk, hogy nagyon nehéz úttörőnek lenni, és senki nem akar első lenni. Szerencsénk van nekünk is, a Skyway-nak is. Hát végül meg kiderült, hogy araboknak is, hogy elfogadták, hogy adtak egy esélyt, hogy kiépítsék ezt a technológiát, mert itt van, kiderült, hogy jó a technológia, és most örülnek, mert tudjuk, hogy a Dubajba, Abu Dhabiba ők szeretnek lenni legjobbak, legnagyobb a épülete, legdrágább hotel. Egyik barátom volt ottan, és volt neki annyi pénze, hogy a Burj Al Arabba hotelba elmenjen egy éjjel. 100 000 kúnába jött neki, az forintva szorozzátok meg 50-szer, mert egy kúna 50 forint most. Annyiba került neki egy éjszaka, de azt mondja, ez egy hihetetlen, nem lehet elmesélni se. Úgyhogy a Skyway is most már egy név lett, Unit Clustering Technológia, itt a Sárgyai Seik, aki ezt meglátogatta. Na most itt nekem van egy, ezt én csináltam a Google-on, de most már látom, hogy ilyen 109 kilométerre ki van valahogy faragva, de biztos, hogy a Sárgyára, ha egész a kikötőig, akkor lehet, hogy még több is. Mikor a John Pope meg az ő mérnökei befejezik ezt a projektet, akkor, mikor kezdődik az épület, azt mondták, hogy ezeket a projekteket majd a befektetőknek bemutassák, és tudjuk pontosan, hogy hova, merre, minden. Engem ez nagyon érdekel, és alig várom. Meglátjuk, hogy a Kaun Fakarba, a városba is, meg még a Dubajba is, ugye mindjárt meglátjuk. Ott is vannak projektek, amit fel akarnak építeni. Itt van a Al Maktoum repülőtér és a Dubai nemzetközi repülőtér. Azt tudjátok, hogy a Dubai nemzetközi repülőtér a világban a legfrekvensebb, hogy mondják azt magyarul, legtöbb repülő száll le meg fel a világon. Második volt, de most az első helyen van, és ezt meg is akarják tartani. Milyen könnyebben lenne, hogy beülnek a Skyway Unibike-ba, vagy bármilyen Unicar-ba,
és pár perc alatt ott van a másik repülőtéren, ha tovább kell utazni, vagy hotelba, vagy valami. Akkor ideértünk a Dubai Expo-ra, az, hogy most különösen nem fizettek be 5 millió dollárt, és nem, nincs nekik egy külön stand, hanem el kell menni a belorusszi standra, és akkor ottan kapni információt, meglátni. De én gondolom, hogy 5 millió dollár az nagy pénz most a Skyway-nak. Ha meglátjuk csak az egész világ befektetés, ez legalább 3 hónapig, és az most sok nekik. De mindenféleképpen egy 3 nap biztos, hogy vagyok benne, hogy ezt a világkiállítást legalább 3 napig kell nézni, mert óriási, és minden legújabb dolog, amit kitaláltak az emberek, 5-6 millió ember fogja ezt fél évig látogatni, és érdemes lesz elmenni. Főleg, ha találunk ilyen jegyeket. Ha valakinek nincs pénze, akkor is lehet találni szállást is már 5-6 ezer forintért is. Egyik barátom mondja, hogy ilyen is van, nem luxus, de úgyhogy mindenki meg tudja találni magát. Természetesen nem megyünk a Burj Al Arabba, de ilyen 40 euróért reggelivel vagy 50 félpanzió az nem olyan sok, és egy 7 nap meg lehet járni az egészet. Ott a Krisztián meg a csoport az mennek most 21-én, és akkor majd meglátjuk. Ez a makett, ezt nem tudom akkor hol van, ez lehet, hogy akkor Sharjahba hagyták, és akkor oda csalják az embereket, és ott mutassák be. Na ezek a képek, amit várunk nagyon, mert örülünk, hogy ilyen járművek mennek, ez a technológia, ez az egész projekt, és nekünk, mi részünk, részesülünk ezekből a projektből, és ebből kapjuk a osztalékot. Természetesen, akinek több részvénye van, az több osztalékot fog kapni, akinek kevesebb, az kevesebbet. De mindannyian nem tudunk egyforma mennyiségű pénzt befektetni, mindenki annyit, amit tudott, valaki bónuszból, valaki saját befektetés. Minél több részvény, annál jobb, és gyorsabban is elfogyik ez a 14. fázis, és meglátjuk, mi lesz a 15-ben. Na, ma kicsit elhúzódott, mert nem is tudtuk elkezdeni, de én a lényeget, meg a új információt, ami van ezen a héten, elmondtam, úgyhogy jövő pénteken akkor újból 8 órakor folytassuk, és meglássuk, lehet, hogy akkor Zoom-on tartom még ezt, tehát nem teszik rendbe. Köszönöm szépen mindenkinek, további szép estét, szép hétvégét, és sziasztok!